Sok szép helyen voltunk, de akkor is itt a legjobb edzeni. Egyre jobbat csináljátok! Nagyon jó, tartsuk meg, egyre jó! Ebből! Milyennek értékeled az amerikai túrát? Szerintem nagyon hasznos volt, tudtunk fizikai munkát is végezni, ugyanakkor a taktikai elemekben is nagyon sokat léptünk előre. Nem akartak vízilabdázók lenni? Hát én szeretnék. Szeretjük nézni a válogatottat, nagyon jók. Az elején volt ez a két vereség az USA-tól, hát az biztos, hogy ők azért előttünk járnak, szerintem ők most még mindenki előtt járnak. Hát azon dolgozunk, hogy előbb utolérjük őket, aztán el is hagyjuk. Ennek ugye az volt a célja, főleg, hogy ezt a monotonitást, ami itt lenne a Margit szigeten, ezt megtörjük, ez sikerült. Az amerikaiak ugye már hosszú ideje együtt készülnek, más fázisában járnak a felkészülésnek, mint mi, vagy akár a horvátok. Nem egy amerikai felkészülési tornán akarunk nyerni az amerikaiak ellen. Ha nem? Hanem az olimpián majd. Te vagy az egyik legrutinosabb tagja a csapatnak, és vannak olyan fiatalok, akiknek ez lesz az első olimpiájuk. Hogy látod rajtuk, hogy meg fognak tudni birkózni ezzel a helyzettel? Hát először derüljön ki, hogy lesz olyan, aki első olimpiás lesz. Az öt mérkőzés, meg a kint mutatott játék, mert edzőmecseket is játszottunk, meg gyakorlásaink is voltak. Nyilván bennem nem múlt el nyomtalanul, de a pillanatnyi erőviszonyok szerintem nagyon könnyen megfordulhatnak. Van, aki nehezebben kezeli a nagy munkát, és kint nagyon sokat dolgoztunk, van, aki kevésbé. Én úgy gondolom, hogy miután azért az olimpiára a csapat egy kikönnyített, fölgyorsított és utolsó időszakban felfrissített csapat lesz, nekem azokat a teljesítményeket kell majd leginkább figyelembe vegyem, amikor a felkészülés során is egy-egy tornára egy kicsit jobban rápihenünk, hogy jobban lássam, hogy frissítve ki mire képes. Persze van olyan, aki azért küzd, hogy bekerüljön ebbe a csapatba. Hát nekik nem könnyű, de próbálunk azért figyelni rájuk, hogy nem kell nagyon túlgörcsölni ezt. Nagyon erős csoportba kerültünk az olimpián, ez nem jelent semmit az arc kifejezéseden látva. Így van, hát előbb-utóbb mindenkit meg kell verni. Megpróbálom minél előbb végezni. Az elején egyből beledúrantunk a két legjobba, úgyhogy legalább nem alszunk bele az olimpiába. Hogy látja a játékosok, milyen állapotban vannak a korábbi olimpiai felkészüléshez képest? Annyira fáradtak, mint abban az időszakban, amit most élünk, fáradtnak kell lenni, tehát nagyon. Nagyon erős a munka, hiába volt most három tiszta pihenőnapjuk, ennek ellenére érzik már az első edzésen a munka hatását, de úgy gondolom, hogy azért abban is van tapasztalatunk, hogy frissítsük fel a csapatot, ez minden oké. Egészség után a jövét!